A hangszíntériskola diákjai mutatják be tehetségüket a régió pedagógusainak. Ezen a mini koncerten szemléltették ugyanis az intézményben megvalósuló képességfejlesztési stratégiákat. 17. éve foglalkozik tehetséggondozással. A művészeti iskola az alapítás óta foglalkozik tehetséggondozással, mondja az igazgató. A pályázaton való részvétel Gersényi Krausz Szilvia szerint kibővítette a lehetőségeiket. Nagyon sok programot sikerült a pályázat keretében pluszban lebonyolítanunk. Tehát egyik legjelentősebb része az volt, hogy olyan diákok kaphattak plusz foglalkozásokat a legjobb szakemberektől, akikben a tehetség csírái már ott vannak, tehát akikről már meggyőződtünk, hogy ők tehetségesek, és ráadásul hátrányos helyzetűek. A Királyi Régió pedagógusainak szervezett konferencián különböző tehetséggondozási módszerekkel ismerkedhettek meg az érdeklődők. Minden rám bízott gyerekből kihozni a maximumot. A neveléstudományok doktora szerint a tehetségek felfedezése, majd az adottságok képességgé fejlesztésére fordított energia hosszú idő alatt térül meg. A gyermek, a pedagógus és a szülő számára azonban már az idevezető út is sikerekkel van kikövezve. Ez pedig mindenkit boldoggá tesz. A siker különösen fontos kulcs fogalmunk a fejlesztő munkában. Ha megkínálom a gyereket olyan lehetőségekkel, amelyben sikert érez, akkor tulajdonképpen ez beindít egy mókuskereket, az egyik siker hozza majd a másikat, mert a gyerek aktív lesz. A hangszíntériskolában a kezdetektől nagy hangsúlyt fektetnek a különböző művészeti készségek fejlesztésére. Most azonban a pályázati pénzből a pedagógusok továbbképzésére és különböző programok szervezésére is lehetősége nyílt az intézménynek. Sikerült kidolgoznunk az iskolának a fejlesztési terveit mind a három művészeti ágra. A fejlesztési terv alapján egyéni fejlesztési programokat tudtunk kidolgozni. A konferencián nem csak a művészeti iskola módszereivel ismerkedhettek meg a pedagógusok. A tanácskozáson mások mellett a pedagógiai intézet munkatársa és több iskola vezetősége is beszámolt az eddig elért eredményeiről.